emberekkel fogunk foglalkozni, aki a 20. és a 21. század fordulóján élt, aki ugyanolyan névről indult, és még magasabbra jutott, egy kis sógyi faluból, Tomisa Bálintról van szó, aki a semmiből a mindenségig élt. Péter. Most hív valaki. Na szavaz, Hárikám, hol vagy? Bal az erdőben? Figyelünk, mindjárt ott vagyunk. Remélem, elhozta. Hát én is mivel remélem. Meg van. De mi? Hát a varázspálca meg a töpe. Hát nem csak.
Nem. Jó, csinálj, hát, viszont. Na mindegy, vacsoló van. Az én játék. Mi a köpet? Hát a varázsod már elő gyorsan. Olyan, mindjárt, várjál. Sexpecto Patronum. Hozzá! Itt van, na, meresztjük itt. Jó, köszi, ott az üzlet, ott fizet. Jó, vigyázzatok vele, mert nagyon elhíjak. Köszönöm. Számod meg annyi. Mindjárt már. Ah, jó, jó lesz. Jó, köszi. Ja. Akkor mindegy. Nem, jó, oké, és jó. Nem, ez valószínű.
Ez az az. Szarosz, mit csinálsz? Komoly. Elég ez. Melyik van? Balcikám, Jöcsével a fotásos, hogy látok mindenki. Kicsit nevedetek, jó? Jó, ez jó. 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 Azt a bár lényeg. És hogy sikerült el? Hát... Bár... Múltva három éter, tudod? Nem, tudta ért, bár, használta egy minden létező vettékenysi látszát. Csináltam. Kicsit nettebb volt a régen. Ügyes volt. Az a fenek már kívogott az adom, hogy készre lehet, hogy Nem vagyunk most ezzel. Mi az a tévvár? Üdvözlöm a kedves nézőinket, Bakos Anna vagyok. Rendkívüli híreink következnek. A mai nap folyamán egy bátor vállalkozó megkísérelte a lehetetlent, és ellopta a Berzsenyi Dániel gimnázium igazgatójának mágikus gyűrűjét. Riporterünk a helyszínen járt, és kifaggatta a szemtanukat, akik beszámoltak a különös esetről. Fellegi Bálint igazgató úr egy közleményt adott ki, amiben felszólítja a tolvajt, T. Bálintot, hogy jelenjen meg a nagypincénél ma 4 órakor, hogy rendezhessék nézeteltéréseiket. Köszönöm figyelmüket, további szép napot! Húsz, gyerekek, mi baj lesz? Te jó Isten! De ahogy ez most lenni tényleg győdő ütő, szóval nálad adnak a fagyad már. Most rendőrség jöttem, de elintézünk. Jó, akkor meg is. Ne, ja, csapassam fel. Jó, akkor még egy mondat.
mindenki utáni az interneten Tomi Sabálint életének, és felkészül alaposan, mert holnap írunk egy szösszenetet Tomi Sabálint életéből. Az ilyen. Valamit kívánok, szervusz Robi! Hallottam itt, ahogy elmentem az osztályterem előtt, hogy rólam beszéltél. Mindent elmondtál nekik róla? Természetesen, a legapróbb részletek. Jól van, rendben. Holnap írtok ebből? Sok sikert a dolgozat a gyerekek. Viszlát, sziasztok! Sziasztok, Katus Attila vagyok. Szavazom mindenki a 13 erre. Jó tanulást, jó sportolást. Sziasztok! Sziasztok, Kis Kornél vagyok, kosárlabdázó. Arra szeretnélek titeket kérni, hogy szavazzatok Bálintra, valamint a 13. erre, mert ők a legjobbak. Szavazzatok Bálintra, 13. erre. Na szevasz Berzsenyi Gimi, csak el szeretném mondani, hogy mekkora rajongója vagyok a Bálintnak, és szavazzatok ti is a 13. erre. Állj, mert nem becsa! De pattát, te hülye! Hát de Hardy Péter! Hardy Péter! Ja. Sokan megpróbálták már megszerelni tőle, őket már kirúgták az iskolában. Akkor az ennyi. Bakit